www.berhát. Ugye? Rock and roll. Egy újabb RefPlay videó. Lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel. Rock and roll. Ez a játék veszélyes, nagyon-nagyon komoly addikciót okoz. Sziasztok srácok, én Bána vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb fantasztikus videóban. A Red Dead Redemption 2 egyszerűen fantasztikus, szenzációs lett szerintem ez a játék, én nem bírok vele betelni. Tudom, hogy már egy hónapja kín van kb, de én most fogom nektek elhozni azt a top 10 dolgot, ami szerintem a legfaszányosabb, legkirályabb ebben a játékban. Én azt mondom, kezdjük is el ezt a listát, és egyébként, hogyha érdekel titeket, mi az a top 10 dolgot, amit én nem szeretek, utálok ebben a játékban, akkor mindenképpen hagyjatok egy kommentet, vagy egy lájkot, ebből én tudni fogom a dolgokat. Most pedig akkor utcu neki! Aki esetleg nem ismerni, vagy még nem hallott róla, a Red Dead Redemption 2 a Rockstar Games új játéka, tudjátok, az a csapat, aki a GTA-t és a Max Payne szériát is csinálja. Az eredeti Red Dead Redemption a PlayStation 3 és az Xbox 360 korszak egyik legnagyobb kultjátéka volt, ahol is egy 19. századfordulói törvényen kívüli western hős bőrébe bújhattunk és lőhettük szitává a helyi lakosságot. A második részben viszont ezzel a komával durrogtathatunk, meg csattoghatunk pejlovunkon, őt egyébként Arthur Morgannek hívják. Nos, én az első részt nem toltam, de szerintem így is bátran állíthatom, hogy ez sokat nem vehet el az élvezetből, mivel a Red Dead Redemption világa teljesen új játékosként is az elejétől fogva rabul ejtett. Ez egyébként az első játék, amit PS4 Pro-n látok, de ez a fajta részletesség, valósághűség és folyamatosság, ami a világot jellemzi, még talán soha nem tárult elém. Na nem, mintha a Witcher 3-ban nem fostam volna magam alá a látványtól, de lehetséges, hogy az új Red Dead világa még talán látványban azt is felülmúlja. A játék elején a hegyekben mindent hófed, ami valami elképesztően illetően lett megcsinálva, de később sem lehet panasz az amerikai hegyvidéki környezetre, majd később a mocsaras vidékekre sem. A második dolog, amitől csak csorog a nyálam, az a különböző időjárási elemek, és például a hó és a sár részletessége. Ha például vízbe megyünk, meglátszik a ruhánkon, amikor kimegyünk belőle. Ha például rárakunk egy megnyúzott szarvast a lovunk farára, meglátszik rajta a vérnyoma, amikor levesszük róla. A ruhánkra ráragad a sár, az eső pedig pocsolyákat csinál a játékban. Valami elképesztő. Nem tudom, hány olyan játék van, amiben ez lehetséges, de engem teljesen kikészített a szó legpozitívabb értelmében. A harmadik dolog, ami az eszembe jut, az az, hogy a játék nem rágja a szánkba, hogy mit kell csinálni, illetve amikor tanít, akkor is érdekesen és okosan teszi azt. Példának okáért itt van ez a horgászós jelenet, amikor a kicsi Jacket elvisztük a folyópartra peccantani, és a játék utasításait követve magyarázza el karakterünk a kisfiúnak a horgászat, csinyát, binyát, miközben mi magunk is megtanuljuk belőle a folyamatokat. Nem mondom azt, hogy a teljes játékban mindenhol ennyire okosan lettek megvalósítva a tutoriálok, de azt tudom, hogy soha nem volt zavaró vagy irritáló egyetlen egy lecke sem. A negyedik dolog legyen mondjuk maga a főhősünk Arthur, aki egy elég nagy Clint Eastwood koppintás, böhömerős, sármos és persze humoros is. Nagyon megszerettem egyébként Arthurt, szerintem mindent megtestesít, amit egy játékos egy valódi spagetti western hősben át akarna élni. Rettenetesen jó egy olyan játékkal játszani végre a Witcher 3 után, ahol a főszereplőnek igazi személyisége van, meg tud szólalni, úgy szólal meg, hogy te szeretnéd, hogy megszólaljon, humorosan szólal meg, ami miatt a végjátszás során eszméletlen módon szívünkhöz tud nőni. A többi szereplőt is csipáztam egyébként, főleg John Marston-t, aki az első játék főse volt egyébként, viszont az egész banda nagyon klassza sikeredett, az egyetlen forma, akit az elejétől végig utálni fogtok, az a nyomorult Micah Bell. Fúj, te gyökér! Mekkora egy büdös nagy tahó vagy, Micah? Mondjuk stílusa az van, azt viszont meg kell hagyni. Egyszerűen valódi kikapcsolódás, szimplán csak létezni ebben az immerzív világban, amit főleg akkor tudunk megcsinálni, ha bekapcsoljuk a cinematic módot. Amikor A-ból B-be lovaglunk, van, hogy hosszú perceken át egyáltalán nincs semmilyen feladatunk, így a cinematic funkció aktiválásával csodálhatjuk meg különböző remek kameraállásokból a játék fantasztikus tájait és állatvilágát. Esküszöm, enélkül a mód nélkül kevésbé lenne élvezhető a játék, számomra legalábbis. Plusz még az is jó benne, hogy ilyenkor a lovunk követi azt az útvonalat, amit kijelöltünk neki, tehát ilyenkor igazából ki lehet menni a kontrollerrel a konyhába, ki lehet venni egy üdítőt a hűtőből, visszamész és még mindig lovagolsz, hogyha nyomkorod az X-et. Hatodik elemként megemlíteném azt a remek lehetőséget, ami a játék vadászat funkciójában rejli. Már viszonylag a legelején megtanuljuk, hogyan ejtsünk el egy prédát íjunk segítségével, és nem tudom miért, de rengetegszer volt, hogyha csak megláttam egy szarvascsordát az útról, sokszor kedvem támadt utánuk eredni és lerambózni az egyik ügyetlenebb jószágot, amelyik lemaradt a többitől. A Rockstar arra is figyelt egyébként, hogy amikor az állatok prémjét próbáljuk eladni, akkor nem lehetnek ólommal lyugatottak, így ajánlatos fejre célozni a maximális eladási árért cserébe.
Az egyik kedvenc időtöltésem a játékban a legendás állatok levadászása, ami igazán hosszúra is nyúlhat, és szinte mindig hihetetlenül izgalmas. Ha megunjuk a vadászatot vagy a küldetéseket, akkor egyébként elfoglalhatjuk magunkat dominózással, Texas Hold'emmel vagy ezzel a bicskás játékkal, amiben úgy érzem, nagy sikerem volt a játékban. Igaz, kb. Csak annyit kellett csinálni, hogy lelesed a várható gombkombinációkat az ellenfélről, aztán mint egy elmebeteg nyomkodod a gombokat felváltva. Hihetetlen számomra, hogy ezeket a játékból egyébként teljesen kihagyható aktivitásokat is mennyire komolyan vette a Rockstar. Számomra nagyon kellemes élmény volt, abszolút felüldülésként hatottak ezek a dolgok. Nyolcadikként megemlíteném, hogy a korhűség nem kizárólag a környezetünkben és a karakterünkben nyilvánul meg, az öltözékek legalább annyira zseniálisan állítanak emléket ennek az időszaknak. Arthur ruháit bármikor lecserélhetjük a táborból, vagy lovunkról, és hát van egy jó pár nagyon-nagyon bedesz darab, nem is beszélve arról, hogy az arcszövetünket és hajunkat is úgy alakíthatjuk, ahogy csak szeretnénk. Én igyekeztem mindig meghagyni a friss borostát, valami menő mellényt és kabátot, a habatortán pedig természetesen egy nagyon menő cowboy kalap kell, hogy legyen. Kilencedikként megemlíteném az egyik kedvenc apró részletemet, mégpedig az, hogy a játékban lelőhetjük az ellenfelek kalapját, sőt, ők is lelőhetik a fejünkről a miénket. Pusztán az, hogy a kalapunk külön életet él, egy olyan elemet visz bele a játékba, ami elég sokat gondolkoztam, hogy valójában jó-e, mivel a kalapot utána a földön keresgélnünk kell, de arra jutottam, hogy ez a fajta realizmus mégiscsak kell a játékba, mivel segít a belemerülésben. Szóval vigyázzatok a kalapotokra, mert könnyen lába kelhet. Tizedik helyre pedig nem más került, mint a játék egyik legkiemelkedőbb eleme, ami nélkül a Red Dead nem lehetne Red Dead, ez pedig az ultra-realisztikus lovak a játékban. Azon túl, hogy elviszik a segünket, minden lónak saját statisztikája, illetve természete van. Sőt, a lovakkal saját kapcsolati métert is építenünk kell, amivel minden level up után újabb képességeket nyitunk meg. Vannak olyan lovak például, amik az első pisztolydörgésre megőrülnek, de vehetünk olyat is, amelyek bátran mellettünk maradnak a legnagyobb kavarodásban is. A lovunk egyébként az a hely is, ahol szinte mindenünket tárolni tudjuk, tehát ha esetleg kilövik vagy elütinetán egy vonat, akkor bizony hatalmasat fogunk cinkelni, mire visszahozzuk az élők közé. Hát ez volt az én top 10-es listám, srácok, remélem, hogy tetszett nektek, ideje visszatérnem játszani, addig is viszont ne felejtjétek el a Discordunkat, az Instagram oldalunkat, a Facebook oldalunkat, megtaláltok mindent a leírásban, vigyázzatok magatokra, találkozunk egy következő videóban, addig is ne felejtjétek a legfontosabb dolgot, vigyétek a ceteket!